Ha a szabadidősport kategóriában valóban színvonalas tollaslabda versenyt szeretnénk látni élőben, a tolnamegyeieknek nem feltétlenül kell már Pécsre vagy Budapestre utazni. Elég várni a novembert és a hónap közepe vége felé ellátogatni Tolnára. Ez időtájt immáron egy évtizede szinte garantáltan minden évben megrendezi Herczig Gábor sportszervező a Hungarian Open-t, a Tolna Open-t, amire, mint az általa szervezett nyári strandlabda tornákra, már dunántúli lefedettséggel megvan az igény. Mert hogy kevés ilyen és ehhez hasonlatos versenyt rendeznek még idehaza a tollaslabda hátországát jelentő versenyzőknek. Most már nemzetközi lett a mezőny. Akik eljönnek hozzánk, azok mindig hívnak valakit maguk, amely jól érzik magukat, és most már egyre többen jönnek, egyre több helyről. És tényleg van egy indiai, meg egy orosz versenyzőnk is az idén. Pest, Dunaújváros, Pécs, Kaposvár, Szekszár, Tolna, ugye a helyiek kicsit színesítik a mezőnyt. Egy tollaslabda elkötelezett kaposvári egyetemista jóvoltából indiai résztvevője is akadt az idei versenynek. Amin már csak azért sem kell különösebben meglepődni, mert ebben az ázsiai nagyországban igen népszerű labdajáték a tollaslabda, ahogy ők mondják, a badminton. Imádom ezt a sportot, már gyerekkorom óta játszom. Fontos nekem, hogy mint menedzser szakon végzős kaposvári egyetemistának, hogy itt Magyarországon is tudom űzni ezt a szép, élvezetes sportot. Sajnos egy sérülés miatt az idei év jelentős része kimaradt, de most már rendben vagyok, és kaposvári társammal újra jövök, megyek a versenyekre. És a párosban indulok. Ez a sportág egy gondolkodással járó játék, ami a relaxálásban is segít. Bármit is hoz a sors, bárhova is kerüljek a munkám során, sohasem fogom abbahagyni a tollaslabdát. Csabán kívül van még egy másik párom is, aki Vietnámban van, de ő most nem tudott eljönni, jegyezte meg a Harsa névre hallgató indiai fiú, aki nagyon büszke a tavalyi egyetemi bajnokságon szerzett bronzérmére. Ami az egész szombatot betöltő tolnai Hungarian Open-t illeti, a vegyes párossal indult a versenysorozat. A nyolc páros egyike a Szekszárdból érkező, a verseny állandó résztvevőinek számító domonyai házaspár volt, István és Rita, akik kevés együttgyakorlási lehetőség ellenére is egy remek párost alkotnak a tollaslabdában is, mert hogy a tenisz mellett, mint azt elárulták, ez a kiegészítő sportjuk. Indulnak külön-külön egyesben is. A tollaslabda abban is segített, hogy a kulisszák mögé is bepillanthattunk, hogy az életben is egy párt alkothassanak. Amikor még nem volt a feleségem, mi akkor is már tollasoztuk, ott alapoztuk meg a kapcsolatot, bár nem biztos, hogy igaz, mert inkább a teniszpályán. De ez, hogy ide jöjjünk Tolnára játszani, ez mindig terv. Néha valami közbe jön, de az, hogy jövünk, indulunk vegyes párosba, nyilvánvalóan, és férfi párosba is megküzdünk itt a többiekkel. A kívülálló azt gondolná, hogy egy vegyes párosban a tollaslabdában is a férfi a meghatározó vezető szerep, ám látva a feleség domonyai Korsós Rita megoldásait, dinamikától dúzadó játékát, férfiassan kemény leütéseit, tényleg nincs alá és fölé rendeltségi viszony köztük a pályán. Így a vegyes párosban elért harmadik hely után, hogy minél többet játszanak, meccseljenek, mert ez a lényeg, bátran beneveztek a férfi párosok küzdelmébe is. Abszolút, ugye, úgy játszunk, mint két férfi, egymás mellett. Ugye itt van egy olyan szisztéma, hogy a hölgyek általában elő vannak, a férfiak hátul. Itt ilyenre nincsen szükség, tehát ő ugyanolyan befejezi, mint én. Nyilván kicsit talán nagyobbat tudok ütni, talán, de maximálisan olyan jó, mint én. Szívem szerint sokkal többet járnék el sportolni, de a gyerekek meg a munka mellett nem sok idő jut rá, de bízom benne, hogy a gyerekek felnőnek, és akkor még többet lehet eljönni sportolni. Domonyaiék bíznak abban, hogy ahogy a gyerekek nagyobbak lesznek, még több idő jut a teniszre és a tollaslabdára is. Addig is igyekeznek a kondíciókat megőrizni. Szoktunk futni nyaranta, meg gyerekekkel is rengeteget sportolunk igazából. Én a szakmámból adódólag folyamatosan mozgok, úgyhogy a kondícióval szerintem nincsen probléma. Nem az eredmény a fontos számukra, de a sikerélmények rámutattak, több dobogós helyezést, akár győzelmet is elérhetnének a tollaslabdában, ha több idő jutna erre. Rita egy kicsit bánja is, amikor rákérdeztünk, hogy nem próbálhatta ki még diák korában a tollaslabdát. Én pingpongoztam 10 éven keresztül MB2-ben, és nem volt lehetőség. Én nem tudtam tollaslabda lehetőségről, hogyha tudok, akkor valószínűleg azt is kipróbálom, illetve olyan
jó lenne, hogyha a gyerekeknek lenne lehetőségük, és lenne egy következő generáció, aki jönne ezekre a versenyekre szintén. Ez persze még erősen kérdéses, hogy szabadidős sportként mennyire fog elterjedni, népszerűvé válni Magyarországon a tollaslabda. Herczig Gábor ezzel a tornával mindenképpen segít ebben, és azzal is, hogy mind az egyénében, mind a párosban megközelítőleg azonos tudású versenyzők jönnek össze minden évben a Tolna Openen, így sportág népszerűsítő nagy meccsek zajlanak reggeltől a késő délutáni órákig a roppant ideális helyszínnek bizonyuló Tolnai Művelődési Házban az ott felállított négy pályán. Most már évek óta kiegyenlített a mezőny, tehát nagyjából egy szinten vannak a versenyzők, és a maximum is a létszám, tehát egy csarnokban négy pályán ennél többet már nem tudnánk fogadni. A bőség kellemesnek mondható zavarával kell megküzdenie, Tolna megye egyetlen komolynak nevezhető, immár nemzetközivé lett tollaslabda versenyének, a Tolnai Hungarian Opennek. Az idén egyébként a legértékesebb versenyszámokat, a női egyest Ladislau Evelin és a férfi egyénit pedig Keller Gábor nyerte.